Voltak éppen meg tudnám lepni önöket, mert Jeszelszky Géza ugyan a vendégünk. Jó estét! Jó estét! De hát Jeszelszky Géza jeles síelő, és hát sí témájú könyvet sem egyetért, mert most jelenik meg az újabb. Úgyhogy tulajdonképpen a sízésről is beszélgethetnék. Jó, szívesen. Hát azt elhiszem. Engem azzal meglepett az előbb, hogy a hazai síterepeket jobban szereti, mint a külföldieket. Hát a túlzás, hogy jobban, de itthon kell megalapozni a kondíciót, és hát azért itthon is lehet néha 3 hónapig sízni. Na jó, majd jön a rossz idő, vagy a síelő számára a legjobb idő, jön a havazás, úgyhogy lassan kezdheti. Viszont itt volt egy nagyon népes delegáció élén a kínai vezetés egy jelentős része. Másfelől itt voltak környező országok, kelet-közép-európai országok vezetői, valami nagy-nagy üzletet nyélbeütni, vagy nagy üzletek reményeit megalapozni. A nemzetközi sajtó elképesztően elítélően fogalmaz a nyugat-európai sajtó jelentős része, mint hogyha valamiféle merényletet követne el ezzel Magyarország az Európai Unióval szemben, hogy Kínát ennyire mélyen behozza az Unióba. Helyesen látják? Hát én sem örülök ennek őszintén szólva. Természetesen Kína egy hatalmas fejlődés felmutató nagy világhatalom, tehát az, hogy jóba vagyunk vele, az rendben van. Hogy mennyire érdemes kereskedni, abban nem vagyok biztos, ez nem az én szakterületem, de egy komoly kína szakértő pár évvel ezelőtt azt mondta nekem, hogy figyeljük meg, mennél intenzívebb a kereskedelmünk Kínával, annál negatívabb lesz a fizetési mérlegünk. Tehát Kína sokkal többet exportál. Lehet, hogy ma már nem így van, de pár évvel ezelőtt biztos így volt. De hát ez is rendben van, szabad kereskedelem van, ha a kínai áruk olcsók és jók, akkor vegyük őket. De hát azért az, hogy a keletnek áll a csillag, keleté a jövő, még ha így lenne, én akkor sem örülnék, mert én nyugati vagyok, én európai vagyok, és Európának drukkolok. Na most az, hogyha Kína itt behatol Európába, ennek olyan következménye is lehet, hogy Amerika fizetési mérleget hogy tönkretette az, hogy a olcsó kínai dömpingáru mennyi amerikai céget tett tönkre. Trump ezzel nyert, hogy majd ő ezt megfordítja. Tehát az sem biztos, hogy egy ilyen nagyon nagy szerelem, gazdasági szerelem, ez jó. És aztán ugye itt van az egyik eszköze ennek a Belgrád-Budapest vasút. Hát kérdem szépen, én arról nem hallok, hogy Pireusz és Belgrád között is épülne vasút, pedig hogyha kínai árukat akarunk nagyba behozni Európába, nem Belgrádba fognak ezek repülni, hanem Pireuszból. Tehát ő nem látom a célját. Azon kívül Belgrád és Budapest között a forgalom, személyforgalom nagyon kicsi. Amíg Budapest és Kolozsvár között 360 kilométert 10 óra alatt tesz meg a vonat, addig én szerintem nem a Belgrád-Budapest vasútvonalat kell átépíteni. De akkor ez miről szól? Azt meg tudta fejteni, hogy miért olyan fontos a magyar kormánynak nem ez a vasútvonal? Nem tudom fejteni, mert ráadásul a Kína adná, azt mondja, hogy én nekem megéri megépíteni egy vasútat, hogy a Európát elárasszam. Akkor hát az az ő dolga. Köszönjük és a... szépen, örülünk. Igen, igen. Na, de hát mi fizetjük? Kamatostól fizetjük. Mert hogy ezt hitelben finanszírozva kapjuk. Tehát kapjuk a hitelt, és azt térítjük. Ez ugyanolyan, mint a paks. Éppen olyan rossz gazdasági számítás. Ez akkor arról szólhat, hogy hatalmas tőkéhez jut a kormányzat, ami ugyan egyirányú, de mégiscsak használható olyan módon, hogy az általa kijelölt személyek és vállalkozások beszállítói lehetnek ezeknek a beruházásoknak? Hát én nem akarok senkit vádolni, mert ráadásul ugye az kellenének a tények, de még a Horn kormány idején mondta nekem valaki, hogy mikor újra elővették a Bős-Nagymaros beruházást, hogy figyeljen meg, egy nagy beruházásból mindig sok pénzt lehet zsebrevágni. Tehát ő szinte ellenőrizhetetlen, úgyhogy a nagy beruházásoknál nagyon-nagyon fontos a szigorú ellenőrzés. De hát itt mondjuk az a helyzet, hogy nem látja az ember az értelmét ennek a beruházásnak. Közben ugye a keleti nyitás jegyében jelenik meg a kínai vezetés is Budapesten. A keleti nyitás jegyében jönnek kelet-európai országok. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy velük is ezzel mennyivel élénkebb lesz a kapcsolat. És közben halljuk, hogy a déli nyitás jegyében megnyitott kereskedő, ezek a sorra bezárják. Igen, hát amikor én miniszter lettem, akkor még Magyarországonnak volt úgynevezett kereskedelmi képviselethálózata.
hát még az államkapitalizmus, mert nem szocializmus volt, hanem államkapitalizmus, akkor még talán volt ennek racionális alapja, hiszen az állam volt az egyetlen külkereskedő. De az Antal kormány nagy keservesen próbálta ezt a rendszert megszüntetni, mert fölösleges volt, és létrehozni az integrált külképviseleti rendszert. Ezt teljes mértékben csak az évtized végére sikerült megvalósítani. Na most, mi szükség van úgynevezett kereskedőházakra? Az, hogy intenzív kereskedelmi diplomáciám, gazdasági diplomáciám legyen, az nagyon indokolt. Oszlóban nekem volt egy kitűnő kereskedelmi diplomatám. Ott volt nagykövet. Igen. Ha kettő lett volna, akkor még többet értünk volna el. És amikor ezt a kampányszerűen megkérdették a keleti nyitást, én, mint köztisztviselő, ezt nyilván nem oponáltam, és én magam is azt gondoltam, hogy hát próbáljuk meg. De tettem egy javaslatot, elég alaposan kidolgozott javaslatot, hogy legyen egy északi nyitás, ha már ilyen kampányokban gondolkodunk, mert az északi államokkal, nem csak Norvégiával, rengeteg lehetőségünk van. Ezek jó piacok, jó árut megveszik, jó áron megveszik, tehát ebből nem lett semmi, ezt nem fogadták meg. De miért jobb a déli nyitás, mint az északi? Miért jobbak az afrikai államok? A déli nyitás az meg már nevetséges volt. Ha a déli nyitás alatt azt értjük, hogy a Balkánnal, azt nem kellett külön mondani, a Balkán számunkra mindig egy fontos piac volt. De Afrika egy sajnos válságban levő kontinens, vagy a Közel-Kelet az állandó háborúk színtere. Hát itt a kereskedelemhez stabilitásra van szükség. Hát sajnos... Hát ha nem a zavarosban akarunk halászni. Hát ugye ez is rendben, ez is elképzelhető, igen. De most ráadásul ezek a kereskedőházak, én nem tudom a részleteit, de hát ezek nagyon drágák. Most hallom, olvasom, hogy 14-et bezártak, de még elég sok maradt. Most a kereskedőház azt jelenti, hogy ott van egy főnök, ott van egy gazdasági elszámolás. Hát nem egyszerűbb az, hogyha a külképviseleten van megfelelő számú diplomata, gazdasági diplomata, és akkor az egész apparátus sokkal egyszerűbb. Hát, 600 millió ment el erre. Még egy hagyd mondanak, amikor visszajöttem Oszlóból, azért egyszer még előfordult, hogy a közrádió is meginterjú volt, és én ott idéztem Varga Mihály gazdasági minisztert, aki tényleg azt mondta többször is, hogy igen, hát helyes a keleti nyitás, de ennek párja nyugati tartás. Most kérem, másnap elhangzott az interjú velem, kicenzúrázták a minisztert. Csak az volt benne, hogy keleti nyitás az van, és az, hogy észak, hogy nyugati tartás, ez nem hangzott el a Kossuth Rádióban. És azóta nem teheti be a lábát oda? Hát ezt nem mondta senki, hát nem hiányzik, hát nem. Azóta nem hívták. Ahova hívnak, ahol kíváncsiak a véleményemre. Itt szívesen látjuk. Köszönöm szépen. De még egy pillanatra visszatérve arra, hogy miért ennyire negatív ennek a mostani kínai és kelet-európai államvezetők által megtett látogatásnak a híre. Azt írják, hogy voltak éppen Kínának Orbán Viktor hűséges szövetségese, és minden kínai szándékot elsőként próbál az Európai Unióban, ezt a Handelsblatt írja egyébként, az Európai Unióban átvinni. Ezt írják Oroszországgal kapcsolatban is. Igen. Orbán Viktor Nyugat-Európában a keletieknek egyfajta szállást csinálójává hát ilyen válik. Trójai falónak tekintik. Ugye, és a trójai falónak a történetét azért ismerjük, hogy így valami az ellenség... Abból baj lett, igen. Trója elpusztult. Hát azért nagyon bízom abban, hogy Európa nem fog elpusztulni, de lehet, hogy ez túlreagálás, mert hát egy ilyen látványos találkozótól nem fog tönkre menni Európa gazdasága. De én azt gondolom, hogy a szövetségesi hűség és a barátság az sokkal fontosabb. Itt olvasom, hogy Kína tisztel bennünket. Hát tisztelt atyádat és anyádat, ezt tanultuk, de minket becsüljenek, minket bizonyos értelemben szeressenek, vagy akár irigyeljenek. A tisztelet az csak egy... Nem emlékszik az óriás plakátra? Brüsszelnek üzente a magyar kormány, hogy tiszteletet érdemel a magyar nép. Hát ugye mit kellett volna itt tisztelni? Persze az rendben van, hogy Magyarországot ne nézzék le, ne rágalmazzák, ne haragudjanak rá, ne ellenséges legyen, de ezt a jó hírt azt ki kell érdemelni, és a jó hírt nagyon könnyű tönkretenni. Arról is írnak, ezt most megkeresem, hogy a Financial Times idéz egy EU diplomatát, hogy
egyfajta szubregionális megközelítés szervezését látják ebben a 16 országot, plusz Kínát tömörítő találkozóban. Mint hogyha valamit akarna Budapest, ami kívül van az Európai Unión, és mégis szervezetnek látszik. Jó, hát én mindig azt képviseltem, hogy nem csak a Visegrád fontos, hanem egy kibővített Visegrád, Szlovénia, Horvátország bekapcsolása, a Baltiak bekapcsolása, sőt, pár évvel ezelőtt rendszeresen találkoztunk az északi ötökkel. Ez egy nagyon jó, ha úgy tetszik, szubregionális összefogás volt Európán belül. Na most van egy rém képem, egy rémálmom. Nem pont erre a 16 országra, de van egy olyan veszély, hogy az Európai Unión belül az egykori vasfüggönytől keletre levő országok alkotnak egy blokkot, és egy csomó dologban szembe mennek az Európai Unióval. Hát mit akarunk? Új vasfüggönyt? Esetleg minket kirakjanak az Európai Unióból, amire törekedtünk, azért volt részben a rendszerváltozás. Félelemmel kíséri? Figyelemmel az Orbán kormány politikai, külpolitikai, gazdaságpolitikai működését? Hát a külpolitikáját én nagyon szomorú vagyok, hogy bírálnom kell, de hát ez nem az Antal kormány, és őt nem a rendszerváltozás külpolitikája. Ezt sajnos ki kell mondani, és hát látjuk, hogy ez a mostani találkozó is ezt mutatja. Vagy akár szembesíthetjük a Fidesz régi politikájával. Amikor én egy rövid hivatalos látogatást tettem miniszterként Kínában, a Fidesz keményen nekem ment. Azért, hogy miért megyek én Kínába? Miért megy a magyar külügyminiszter Kínába? Vagy őt most is olvashattuk, hogy amikor még a 98-ban vagy 90-ben volt egy kínai látogatás itt, és a Fidesz is tüntetett Tibet mellett. Most meg egy szerencsétlen embert is a rendőrség lekapcsol. Ezt a híradóban itt nálunk is lehetett látni. 2008-ban voltak itt a kínaiak, és akkor Balogh Zoltán még a tibeti zászlót emelte a magasba. Igen. Szóval én a következetességet fontosnak tartom, és ez is a hitelességnek egyik fokmérője. De azt például felvetné a magyar kormánynak, hogy az emberi jogokat miért nem kérte számon a kínai delegáción, vagy például az a kormány, amelyik azt mondja, hogy a kereszténységéről sokat tesz, a kínai keresztények problémáit miért nem vetették fel? Hát én nagyon őszintén beszélek mindig. Lehet, hogy nem is egy okos dolog ez. De Kína sajnos javíthatatlan az emberi jogok tekintetében. Tehát az, hogy Magyarország ENSZ-ben és minden más fórumon, világfórumon álljon ki az emberi jogokért, és akár Kínát is bírálja. De egy kétoldalú kínai-magyar kapcsolatépítéskor kontraproduktív lenne. Tehát én nem azt gondolom, hogy az ember, egy pláne a politika mindig mondja ki, ami a szívemen, az a számon. Ez nem okos dolog. Vannak dolgok, amikről hallgatni kell. Amerika sem, Trump sem a nagyon szókimondó ember. Trump sem kérte számon az emberi jogokat. Az emberi jogokért küzdeni kell, és ugye még el tudom képzelni, hogy a négy szem közti találkozó nagyon szűk körben azért elmondani azt, hogy hát azért mi nem feledkezünk meg erről a témáról, és mondjuk ottan Xinjiangban ha úgy tetszik távoli rokonainkat, a türkméneket, azért nagyon csúnya dolog, ami ott folyik. El kínaiasodás, kínaiasítás. De hát ugye, szóval nem a nyílt diplomácia nagyon jól hangzik, de a diplomácia az soha nem lett teljesen nyílt. Köszönöm szépen, jöjjön máskor is. Örömmel.